Kiváló eredmények, bosszantó döntetlenek és mindössze egyetlen vereség. Ezek jellemezték a Dunaújváros PASE felnőtt együttesének őszi szezonját. Varga Balázs együttese 20 mérkőzésen szerzett 45 ponttal jelenleg a második helyet foglalja el az NB3 középcsoportjának bajnoki tabelláján. A kiváló eredmények tükrében azért volt egy-egy rendkívül szoros döntetlen is, ahol sikerülhetett volna a győzelem. A vezetőedző értékelte az eddig lejátszott mérkőzéseket. Ugye ez nagy kérdés, mindig feltették már többen ezt, hogy itt esetleg a döntetleneknél mi volt az, amit meg lehetett volna nyerni. Nyilván most könnyű azt mondani, hogy mind a 7 pontvesztéses mérkőzéssel jó lett volna nyerni persze, de azért legyünk reálisak. A nyáron azért tudtunk nagyon jól indulni, mert nyilván egy felkészülés után általában azért a játékosok fittek, mindenki rendelkezésre áll. Varga Balázs hozzátette, voltak igazán szép egyéni teljesítmények is a szezon eddigi mérkőzései során, ám akadtak a csapatban olyan játékosok is, akiktől még várja az áttörést. Hozzátette, a keret erősítésére mindenképpen szükség lesz. Mindenképpen szeretnénk erősödni. Én teljesen úgy látom, hogy ez a 7 pontos hátrány, hogy van a Kozár-Mislenye szemben, ez nem sok. Egyrésztről azért, mert már februárban velük játsszuk ugye a második fordulót, tehát ott egy győzelem esetén már szűkül ez a pontszám, meg hát nem szabad feladni, hát május 29-én van az utolsó meccs, én ezt mondom mindig az öltözőbe a fiúknak, hogy addig kell csinálni, és az utolsó leletig menni, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni, mindenképpen szükség van 2-3 játékosra, hogy erősödjünk. A vezetőedző mellett Jakab Dávid is értékelte mind a saját, mind pedig a csapata teljesítményét. A játékos büszke az elért eredményekre, ám úgy érzi, még többre hivatott az együttes. Magam részéről, hát ugye kicsit késve jöttünk, úgy elment egy pár forduló, és amit mondott a Balázs, hogy igen, utána jöttek sérülések, meg hiányoztak emberek, nehéz volt összerakni, de mégis mindig domináltunk, és az eredmények alapján egyszer kaptunk ki, pont egy olyan meccsen, amikor sokkal, de sokkal jobban játszottunk a Balassagyarmatnál, és a többihez döntetlen, ami végül is egy gólon múlt az összes meccs, és nagyon sokszor egy hajszálon múlott. A vezetőedző kiemelte, a szezon tavaszi folytatása során mindenképpen törekedni kell a pontos, támadó stílus megtartására, illetve stabil teljesítményt kell nyújtaniuk minden mérkőzésen.